Jó estét kívánok! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. 2022. január 24-e van. Önök a Szárszó TV magazin műsorát látják. Mai műsorunkat Magda Ilona, a Szárszó Szép Óvoda vezetőjének tájékoztatójával kezdjük. Az iskolai híreket Kovács Brigitta és Zsombok Mira tolmácsolják. A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük január 22-én, erről láthatnak felvételeket. Összefoglalót látnak és hallanak az ökumenikus imahétről. Milyen volt régen gyermeknek lenni második részében a nyugdíjas klub tagjai mesélnek. Ezt követően egy 2004-es felvételen megnézzük, milyen volt közelmúltunk konyhája. Adásunk végén programajánlót is hallhatnak. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! Kérem, tartsanak velünk! Év végén minden ember visszatekint az elmúlt időszak eseményeire, további terveit szövegeti. A Balatonszárszói Százszor Szép Óvoda vezetője, nevelőtestülete is áttekintette az elmúlt fél év eredményeit, sikereit, a további feladatokat, célkitűzéseket fogalmaztak meg. Ezekről a tervekről tájékoztat bennünket Magda Ilona, óvoda vezető. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Egy pár szóval bemutatnám eddigi életünket a 2021-2022-es nevelési évünk első hónapjaiban. Ahogy terveztünk munkatervünket, augusztus utolsó hetében próbáljuk a pandémia ellenére is megvalósítani. Próbálunk minden csoportban olyan élményszerű napokat és eseményeket megélni a gyermekekkel együtt, hogy emlékezetes legyen és elősegítse a gyermekeknek a fejlődését. Nevelési programunkat a környezeti változások és a környezet adta lehetőségek köré építjük. Ami fontos, az a környezetvédelmi jeles napok számunkra, ezeknek a megtartása és előkészítése, hogy a felnövekvő generációban megmaradjon a környezetudatos gondolkodás és magatartás. Első ilyen környezetvédelmi jeles napunk volt szeptember 29-én az autómentes világnap megtartása. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, ilyenkor veszük fel az óvodai pólónkat, ilyen egy ilyen pólónkba megyünk ki, és mindenki jelképesen kerékpárjával tesz egy jó nagy kört az óvoda körül. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a polgárőrség tagjainak, hogy szeretettel és gondoskodásukkal biztosították nekünk azt a környezetet és biztos közlekedési feltételt, amivel a 40 gyermekünk körbe tudta kerékpározni az óvodánkat. Következő ilyen jeles napunk volt az Állatok Világnapja. Ezt csoportszinten tudtuk megtartani. Sajnos nem tudtuk beengedni a családokat. Az előző években úgy szerveztük meg, hogy akinek otthon volt kis gondozott állatkája, szeretett madárkája, kutyája, macskája, és elviselte a gyermeki kés simogatásait, azokat behozhatták és megmutathatták a többi gyermeknek. Sajnos ez évben ez egy picit zártabb környezetbe zajlott le, de így is nagy élmény volt a gyermekeknek. Novemberi hónapban egy nagyon szép néphagyományőrzős napot tartottunk, a Márton napot. Mind a két csoportban élményszemű bemutatás és foglalkoztatás zajlott, ahol a gyermekek különféle kézműves ajándéktárgyakkal is térhettek haza, felelevenítve a Márton napi eseményeket, a hozzáfűződő népszokásokat. És december természetesen a mindenki által óhajtott és várva várt ünnepkör, ami nem csak a Mikulást, hanem a szeretet ünnepét, a karácsonyt is tartalmazza. Nagyon emlékezetes maradt szintén mind a két ünnep a gyermekek részére. Képviselő úrnak köszönjük, hogy szintén ilyen emlékezetessé tette a télapó és Mikulás várást, mint ez idáig is. Jövőben is számítunk majd a megjelenésére.
Óvodai karácsonyi ünnepségünket szerettük volna családias jellegűvé varázsolni, ezért úgy döntöttük a kollégákkal közösen, hogy a bölcsisekkel és az összes óvissal együtt ünnepeljük meg a karácsonyt, körbejártuk az óvodai és bölcsödei csoportot, és összegyűjtve a gyerekeket néztük meg a sok-sok ajándékot a fa körül. Itt kell elmondanom és köszönetet mondanom Fekete János polgármester úrnak, hogy lehetővé teszi már harmadik évben, hogy olyan bőséges játékkínálattal tudjuk meglepni a gyermekeinket, hogy ez nekünk is nagy-nagy öröm. Olyan sok fejlesztő játékkal gazdagodtak ez évben is a gyermekeink, ami örömet és boldogságot okozott mindannyiunknak, mert bennünk is megvan a gyermeki lélek, mi is szeretünk játszani, és együtt örömmel bontogattuk és fedeztük fel az újabb és újabb társas játékokat. Elmúltak az ünnepek, és jött az új év. Új év új feladatokkal, új megoldásra váló nehézségekkel, problémákkal. De hál' Istennek mi a pozitív oldalát szoktuk nézni az itteni életünknek, és próbáljuk megfogni mindig a jó oldalát, bármi is történik. Az új évben, mint mindenki, mi is végig gondoljuk, hogy mit szeretnénk még jobban, még szebben az elkövetkező időszakban, követve természetesen a megtervezett munkatervünket, a ránk háruló feladatokat. Szeretnénk az új évbe is továbbra is élménygazdag mindennapokat biztosítani a gyermekeinknek, mint ahogy ez idáig is. Nem csak a foglalkozások vannak az óvodai csoportban, hanem a délutánunként különféle tevékenységgel gazdagítottuk a gyermekek életét. Ilyen az angol nyelv foglalkozás, van néptánc foglalkozásunk, van bozsikfoci, és most reméljük márciustól megkezdődik az úszásoktatás is, és hál' Istennek a lelki életükkel is foglalkozunk, és játékos egyházi hívogató foglalkozások is vannak a gyermekek számára. Így biztosítjuk, hogy sokoldalú fejlődésben és fejlesztésben részesüljenek mindannyian. 2021-ben kezdhettem el a mesterprogramomnak a megvalósítását itt az intézményünkben, amelynek a fő irányvonala a mozgáskotta program bevezetése és népszerűsítése. Magyar Gábor által kifejlesztett mozgáskotta programot építjük be a mindennapjainkban. Ezt úgy képzeljék el a kedves nézők, hogy a testnevelés és tornafoglalkozások vagy egyéb mozgásfoglalkozások keretében egy különleges, speciális jellendszerrel ellátott babzsákok és mozgáskottalapokkal történő mozgásfejlesztést nyújtunk a gyermekeknek. Ez speciális módszertani anyag társul. Szerencsémre a kolléganők annyira nyitottak és befogadóak erre a módszerre, hogy örömmel és szívesen adják át a gyermekeknek. Mindenki már részt vett ennek a módszernek a bemutató foglalkozásán, amit a Magyar Gábor tartott, és bemutató képzésén is. Ezt a programot adjuk át a gyermekeknek. Későbbieknek szeretnénk interaktívan a szülőknek is bemutatni. Mi várjuk, hogy a pandémiás időszak befejeződjön, és nyitottá tehetnénk az óvodánkat. Ez egy olyan speciális módszer, ami épít a gyermekek szemléletes, képszerű gondolkodás módjára, mivel a gyermeki emlékezet és gondolkodás még képszerű, amit látnak, azt tudják mozgással kísérni, és jobban tudják bevésni az emlékezetükbe és cselekvéses mozgásukba. Nagyon szép jelkottalapok vannak, egy állatos sablonokra ráépített mozgás modulok. A jelmodullapokon állatok vannak különböző mozgásokkal kísérve. A gyermekek ezt leolvassák a mozgáskottalapokról, és folyamatában úgymond ilyen kottaszerűen lemozogják ezeket a megadott szemléletes képszerű lapok szerinti mozgássort. Ebben a mozgáskotta programmal nem csak a mozgásuk, hanem a gondolkodásuk, a mozgás végrehajtás pontosítása is nagyon sokat fog fejlődni. Egyben nagyon jó ez a program az iskola előkészítésére is, ami segíti a gyermekeknek az összerendezett gondolkodás és mozgássor kivitelezését. Nagyon szeretjük ezt a programot, van amikor játékidőben is, és van amikor szervezett és kötött tevékenységek folyamán is alkalmazzuk. Itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani Fekete János polgármester úrnak, hogy szívén viseli óvodáknak nem csak az eszköz és tárgyi fejlődését, hanem a szakmai fejlődést is, és a gyermekeknek a fokozatos fejlesztését. Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, hogy a pandémiás helyzetben is ilyen rugalmasan kezelték, hogy gyermeküktől olyan hirtelen kell elválni az ajtóban. Nem egyszerű sem a gyermekeknek, elhiszem, sem a szülőknek. És reméljük, hogy miként vége lesz a koronavírus járvány okozta nehézségeknek. Ismét együtt tudunk szervezni jó pár programot, mint a gyermeknap vagy a farsang. Sajnos legutóbb 2019-ben rendezhettünk
nyílt közös farsangot. Pici szívfájdalmunk, hogy sajnos ebben az évben sem szervezhetünk családokkal közös farsangi ünneplést. Így zárt körűen kell, hogy megtartsuk az óvodánkban. De reméljük, hogy a nyár elejére már a ballagás az már nyitott lehet, és együtt tudunk ünnepelni a szülőkkel, gyermekekkel. Mi már nagyon várjuk, hogy ismét egy családként tudjuk nevelni közösen a gyermekeinket. Mert mi is a magunkénak tudjuk a szülő gyermekeit, addig, amíg el nem engedjük őket az iskolába. Amit még szeretnénk az évben, hogy nagy községünk meg minél több programjában közösen részt tudjunk venni. Nagyon jó volt, köszönjük szépen a község fenyőfája, ahol ki tudtunk lenni, és mi is közösen tudtunk díszíteni. Ez is egy nagyon jó élmény volt a gyermekeknek. Ami közvetlenül nem a szakmai életünkhöz, de szerves része és egyben folytatólagos jósága lesz az életünknek, hogy épül az új mini bölcsödénk. Ez egy teljesen új különálló épület rész lesz, egy átkötővel a mostani épülethez. Az építkezéssel vele járó zajok a mindennapi életünk része lett, de most már úgy tudjuk élni és szervezni az életünket, hogy ki tudjuk zárni azt, hogy bizony zajlik odakint az élet. Hál' Istennek látjuk napról napra, hogy épül az épületrész. A gyermekeknek is jó, mert látnak egy-két szakmát, hogy milyen hasznosak és milyen tevékenyek azon belül ott dolgozók. A mini bölcsödeink építését augusztus 31-re tervezzük, vagy várjuk, hogy befejeződjön. Nagyon várjuk az új picik jelentkezését. Nagy öröm számunkra, hogy ez évben 4 bölcsödésünk vált óvodássá januártól, és 4 új kicsit tudtunk fölvenni. Ismét 7 fős lesz a csoport létszám a mini bölcsödébe természetesen, és gyarapodtak az óvodás csoport létszámok így ezáltal. Nagy-nagy büszkeség látni egy picinek a felnövekvését, hogy egészen bölcsödéskortól az óvodai ballagásig látjuk, hogy mennyi sok mindent fejlődött, milyen sok mindent ért már el. Így örömmel tudjuk elengedni majd iskolába is. Remélem nem sokára nem csak a képernyő előtt fogunk találkozni, mert tervezzük a gyermekeinkkel, minél többet kimozdulunk a nagyközségünk utcáira, üzleteibe, munkahelyeire, hogy meglátogassuk a szülőket, nagyszülőket, ki hogy dolgozik, és hogy megismerjék a gyermekek a munka örömét, a munka hasznosságát és a foglalkozásokat, a lehetőségeket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót kívánok Önöknek! Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntjük a Szárszó TV nézőit! Iskolánkban mindenki, diákok és tanárok a fél év lezárásán munkálkodnak, a nyolcadikosok emellett készülnek a központi írásbeli felvételére, de mindezek ellenére is sok program színesíti az iskolai életet. A hagyományokhoz híven minden fél év lezárásánál értékeljük az elmúlt időszak munkáját. Hallgassuk most meg iskolánk megbízott igazgatója, Apali Szabó Marianna beszámolóját iskolánk első fél évének tevékenységéről. Jó estét kívánok a Szárszó TV nézőinek! Szeretném Önökkel megismertetni az iskolai életünk legfontosabb eseményeit. A tanév megkezdése előtt megtörtént a szokásos tisztító, frissítő meszelés, festés, alapos fertőtlenítést végeztünk az intézmény minden területén, amelyet a technikai dolgozók végeztek el. A 2021-22-es tanév megnyitására szeptember 1-én került sor. Tantestületünk egy nagyon tapasztalt, elhivatott, gyerekközpontú, jól felkészült pedagógusokból áll. Szakos ellátottságunk szerencsére 100%-os, így biztosítani tudjuk a tanulóink számára a fejlődésükhöz, a továbbtanulásukhoz szükséges feltételeket. Új kollégákkal is bővült tantestületünk, akiket nagy szeretettel fogadtunk, és jól beilleszkedtek a közösségünkbe, munkájukkal tovább is erősíti a csapatunkat. A tanulók fejlesztését gyógypedagógus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus is segíti. Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülői szervezettel, védőnővel, iskolai szociális segítővel és a családsegítő munkatárssal.
Továbbra is szeretnénk megtartani a jó munkakapcsolatot a Balaton-Szászói Szászószép óvoda, a Köcsei óvoda, a Szóládi Református Magvető óvoda pedagógusaival is. Az iskola kezdés tanár legnagyobb izgalommal az elsőseink várták, kollégáim szebbnél szebb őszi dekorációval színesítették az iskolánk falait, az óvodás éveket, ugye ezen túl már az iskolás évek, a tanulás váltotta fel, azóta a kicsik nagyon jól beilleszkedtek a tanulói közösségbe, jól boldogulnak a betűk és a számok világában, vidáman töltik a napjaikat. Elmondható, hogy iskolánk felszereltsége a mai kornak megfelelő, rendelkezünk olyan digitális eszközökkel, amelyek a modern oktatást támogatják. Évek óta oktatunk már alsó tagozattól 2 idegen nyelvet, németet és angolt. Minden évben megszervezésre kerül az a 3. osztályosok tanulóknak az úszás oktatás, melyet a Balaton Szemesi OTP üdülő úszodája biztosít. Hát munkatervünk ebben az évben is megtart kihívásokkal és feladatokkal, például tanulmányi versenyek lehetőségével is megtöltöttük olyan eseményekkel is, amelyekkel színesebbé tudjuk tenni a diákjaink hétköznapjait. Sajnos a vírus terjedése rendezvényeink helyszínét, néha még az idejét is átírta, így többnyire a műsoraink az iskolában valósultak meg. Néhány ízelítőt szeretnék csak elmondani önöknek a megvalósult terveinkből. Szeptember hónapban megtartottuk a szokásos szülőértekezletünket, ahol az osztályfőnökök megbeszélték a szülőkkel a tanév feladatait, fontosabb programjait. Megújult a szülői munkaközösség és új elnököt választottak. Felső tagozatos tanulóink megkapták a korosztály szerint kötelező oltásokat, lehetőség volt szülői nyilatkozat alapján, hogy a 12 éven felüli gyerekek is megkapják a COVID elleni védőoltást. Iskolánk dolgozói is 100%-os átoltottsággal rendelkeznek. Ősszel egy rabdarúgó kupát szerveztünk a gyerekeknek, mégpedig a felsősöknek. A Magyar Diák Nap sportja nagyon különleges volt, hiszen itt délelőtt a kicsik és a nagyok egyaránt egy nagyon jó zumba gyakorlaton vehettek részt, majd gördesztát, görkorcsolyát vettek birtokukba. Aki kerékpárral érkezett iskolába, ő részt vehetett egy ügyességi kerékpár pályán is, és ahol megmutathatták tudásukat. Az egyik legfontosabb esemény szeptember 30-a volt, Benedek Elek születésnapja, a Magyar Népmese napja. Fontosnak tartjuk, hogy a mai rohanó világban a gyerekeink megismerjék a magyar népköltészet kincseit, vegyenek kezükbe könyveket, mesekönyveket, és olvassanak. Ezen a napon szinte minden tanorát átszült a népmese, megismerhettettek különböző mesegyűjteményekkel, énekelhettek, rajzolhattak, illusztrációt készítettek ugye a mesékhez, és olvastak. Ez a délutáni napközis foglalkozásokra is átterjedt. Októberi hónapunk ugye a zene világnapjával indult, mi pedig egy nagyon szép dallal ünnepeltük meg ezt a napot. Október 6-án a 4. és a 6. osztályos tanulóink szereplésével egy nagyon megható műsorral emlékeztünk meg a szabadságharc hőseiről. Ökoiskola lévén az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakoztunk a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarország gét hulladékgyűjtési akcióhoz, melyel szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetünk megóvására. Iskolánk felső tagozatosai megtisztították Balaton-Szászok külterületének egy erdő szakaszát, és nagyon-nagyon megdöbbentek tanulóink, hogy mi mindent láttak a helyszínen. Szintén a környezet tudatosság jegyében hirdettük meg a gesztenyegyűjtést és a papírgyűjtést is. Az 56-os forradalom hőseiről az 5. osztályos tanulóink tartottak egy nagyon színvonalas, nagyon jól megkoreográfált műsort a helyi művelődési házban. Az őszi szünet után a szülői munkaközösség Márton nap alkalmával egy fáklyás felvonulást szerveztek számunkra, ahol a tábortűz mellett forró teát és finomabbnál finomabb süteményekkel kínálták az ott lévő vendégeket.
A továbbtanulás is mindig nehéz döntés elé állítja a szülőket, a gyerekeket, tanáraikat egyaránt. Örömmel fogadtuk, hogy a Balatonszemesi Általános Iskola meghívást adott egy ilyen pályaorientációs fórumra, ahol a 7. és a 8. évfolyamosok szülei, a gyerekek, illetve a tanáraik is részt vettek. A középiskolák képviseltették ott magukat, ahol bemutatták az iskolájuk sajátosságait, tájékoztatást adtak új képzésekről, illetve bemutatták az ösztöndíjazás rendszerét. Iskolánk minden pályázati lehetőséget nagyon örömmel fogad, és szívesen vesznek részt rajta a tanulóink is. Különböző versenyeken is összemérhetik tudásukat más intézmény tanulóival. Ilyen volt például az országos honismereti verseny, az országos Széchenyi verseny, a Balatonboglári Általános Iskola szervezésében a Simonyi helyesírási verseny, vagy a Kazinczy Szép Magyar Beszéd című versenyre is jelentkeztek gyerekeink. A kicsiknek minden évben szinte lehetőség van a Bendegúz Gyermek és Ifjúság Akadémia által meghirdetett tudásbajnokság tanulmányi versenyén való részvételre. Néhány tanulónk kipróbálta magát a Rejk Károly rajzversenyen is. A Fővárosi Csodák Palotája ingyenes belépőt kínált például a tanulóink számára, amellyel az 5. tanulóink éltek, és részt vettek egy természettudományos kísérletekkel tarkított előadáson. Kipróbálhattak különböző interaktív játékokat is. A Határtalanul program egy 4 napos erdélyi utazást rejt magában, amire talán majd a tanév végén kerül sor. A Planet Budapest 21 fenntarthatósági expóra a 7. osztályosok mentek, ahol megmentették a Földet, megismerkedhettek a főváros nevezetességeivel. Rendkívül nagy élmény volt a Sport 43 program keretében, ahol már a 7. osztályosaink részt vettek Eprényben egy sí oktatáson, és majd a későbbiekben a 8. osztályosunk szintén követni fogja őket. Folyamatosan kínál színházi látogatást az Elázár Ervin program, ahova a diákjaink nagyon nagy lelkesedéssel készülnek. Talán december volt az a hónap, amelyik ugye számunkra a legszebb ünnepet hozta el. Karácsonyi hangulatot varázsoltunk az iskola valamennyi helységében, folyosóján feldíszítettük a karácsonyfát, ezzel is szerettük volna a várakozás idejét hangulatosabbá tenni. Meggyújtottuk az adventi gyertyákat is. Minden héten kis műsorral készültünk, elsőként az 5.-6. osztályos tanulóink szavaltak, majd a következő gyertyagyújtáskor az alsó tagozatosaink énekeltek, zenéltek, a 3. gyertyagyújtásra a legnagyobbak, a 7.-8. osztályosok készültek egy rendhagyóan szép dallal, amelyet a csillagszórók fénye, illata még varázslatosabbá tett. A 4. gyertyagyújtásra a nevelőtestület készült egy nagyon szép közös dallal. A karácsonyi hangulatunkat fokozta, hogy a zeneiskolás tanulóink mini koncertet adtak elő, és ezen is részt vehettünk. Aztán egy rajzversenyen is, egy rajzkiállításon is, ahol még le is tudtuk adni a nekünk számunkra legjobban tetsző munkadarabra a voksunkat, azaz a szavazatunkat, hogy majd vajon melyik mű kerül ki győztesen. Azt gondolom, hogy összességében elmondhatjuk, hogy a vírus ellenére is nagyon mozgalmas hónapok állnak mögöttük. Nagyon szépen köszönöm kollégáim kitartó helytállását, összefogását, hogy a mindennapos lelkiismeretes munkájukkal színesebbé tudták tenni tanulóink életét, igazi csapatként működtünk. Szeretném megköszönni a Balatonszárszép polgármester úrnak és képviselőtestületnek iskolánk felé nyújtott önzetlen támogatását. Természetesen köszönjük a Szárszói Hírmondó szerkesztőségének, a Szárszó TV-s tábjának, hogy általuk mások is betekintést nyerhetnek iskolai életünkbe. Nagyon szépen köszönöm. Az óvónénik január 14-én délelőtt meglátogatták az első osztályosokat. Mindenki izgatottan várta az újbóli találkozást. A kis iskolások saját készítésű ajándékkal és természetesen az iskolában szerzett tudásokkal kábráztatták el a kedves vendégeket.
Az óvónénik elismerő szavakkal köszöntek el a néhány hónapja még óvodás gyerekektől, akik fegyelmezett magatartásról és sok új ismeretről adtak számot a rendhagyó óra keretében. Megkezdődött a harmadik osztályosok úszás oktatása testnevelő tanárunk Szidor Csaba közreműködésével. A tanév folyamán csütörtökönként a Szemesi OTP üdülő uszodájában folyik az oktatás. Most még természetesen csak az alapokkal ismerkednek, de reméljük végül mindannyian elsajátítják az úszás nemek fortéjait. Iskolánk második és harmadik osztályosai a József Attila emlékházba látogattak, ahol interaktív feladatok segítségével ismerkedhettek meg a költő életével és verseivel. Csapatokat alkotva versenyeztek egymással. Különleges volt számukra a közeg, ahol mindent kipróbálhattak, meghallgathattak, így sokkal közvetlenebb módon gyűjthették össze és dolgozhatták fel az információkat. Köszönjük a foglalkozást Matkovics Diana múzeumpedagógusnak. A látogatáshoz kapcsolódva ellátogattak József Attila első sírhelyéhez és gyertyát gyújtottak a költő emlékére. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. A bejáratnál lévő fali újságokon a gyerekek megismerkedhettek a leghíresebb magyar feltalálókkal, illetve azokkal a magyar származású hírességekkel, akik valamilyen területen meghódították a világot. A harmadik, negyedik és ötödik osztályosok a témához kapcsolódva vetélkedően mérhették össze megszerzett tudásukat. Rajzórákon a magyar kulturális örökség kiemelkedő területeivel ismerkedhettek meg és illusztrációkat készítettek, melyek iskolánk nagy fali újságát díszítik. Énekórákon dalt tanultak a legszebb magyar kulturális örökség a magyar nyelv megőrzésének fontosságáról. Gyereknyelven a kamera előtt is sok diák megfogalmazta, miért örül annak, hogy magyarnak született. Így jött létre igazi összefogás eredményeként az a kis műsor, melynek képeivel búcsúzunk. További szép estét és jó tévénézést kívánunk! Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től kezdve ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ez az a nevezetes nap, mely alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző értékeinket. Kultúra. Mi jut eszetekbe ezt a szót halljátok? Műveltség. Történelmünk. A népdalkincs. Mindaz, amit létrehozott az ember. Épületek, tárgyak, technikai csodák. A szellemi alkotások, irodalom, zene, film, képzőművészet, tudományos eredmények. A földművelés, növénytermesztés, ahogy a természet kincseivel bánunk. Röviden kultúrának nevezzük mindazt a szellemi hagyományt és tárgyi örökséget, amit az előző nemzedékek ránk hagytak. Mit jelent számodra a haza? Apa, anya, testvérek, barátok, az utca, ahol játszunk. A hely, ahol születtünk, ahol felnőttünk, ahol tanulunk. Az a hely, ahol otthon érzem magam. Az a nyelv, amelyiken álmodunk. Miért jó Magyarországon élni? Miért jó magyarnak lenni? Miért lehetünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk? Azért szeretem a magyar nyelvet, mert szép szavak vannak benne. Azért szeretem Magyarországot, mert gyönyörűek a városok és kedves emberek vannak. Azért szeretem a magyar nyelvet, mert itt Magyarországon beszélik egyedül, meg Erdélyben is. Azért szeretem még a magyar nyelvet, mert egy dolgot több szóval is ki lehet fejezni. Nagyon kedvelem még a magyar konyhát is, mert szerintem a legfinomabb étel a pörkölt. Azért szeretek magyarnak lenni, mert finomak az ételek, és szép tájaink és erdeink vannak. Azért szeretem a magyar nyelvet, mert szép dallamos. Azért jó magyarnak lenni, mert van sok népmesénk és sok népszokásunk. Azért jó magyarnak lenni, mert a magyarok harcoltak és kitartóak voltak. Azért jó magyarnak lenni, mert tudunk egymással kommunikálni. Azért jó magyarnak lenni, mert a Balaton mellett lakhatunk. Azért jó magyarnak lenni, mert például az angoloknál nem úgy mondják szinte az összes szót, mint ahogy írják, de itt nagyjából az összes szót úgy mondják, ahogy írják.
Azért szeretek magyarnak lenni, mert nekünk van a legszebb tavunk, a Balaton. Én azért szeretek magyarnak lenni, mert sportban sok büszkeségünk van, és mert sok a hungarikum, amit mi találtunk fel. A jó magyar konyha és az egyedülálló nyelv az, amiért én szeretek magyar lenni. Azért szeretek magyarnak lenni, mert Magyarországon is sok szép helyre el lehet menni. Azért szeretek magyarnak lenni, mert Magyarországon vannak a legjobb, legízesebb ételek, és mert így születtem. Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici vagy, csak hallgatod. A televízióban, amikor a győztes magyar sportolók tiszteletére felkúszik a rúd csúcsára a piros-fehér-zöld nemzeti dobogó, vagy az iskolai ünnepélyeken, amikor tiszteletadással és meghatottan éneklik együtt a résztvevők. Aztán egy idő után magad is megpróbálod énekelni, és egyre biztosabban dalolod a többiekkel. Amire az iskolában tanulsz róla, már ismered, szereted, hozzátartozik ez a dal, a magyar himnusz. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsei himnuszát a magyar nép imádságának. Ezernyolcszázhuszonhárom. január 22-én Szatmárcsekei magányában Kölcsei Ferenc pontot tett a Himnusz című költeményének végére. Ez a nap a legismertebb magyar költői szöveg keletkezésének napja lett, méltán avatta a legújabb kori történelmünk a magyar kultúra napjává. Nincs még egy olyan nyelv a világon, mint amelyik ezt az imádságot megszólaltatja. A magyar a leggazdagabb és egyben a legkülönlegesebb nyelv a világon. A nyelv természeti jelenség. Gyökerei mélyen belenyúlnak a múlt őstelevényébe egészen a történelem előtti korig. S van törzse, ága, lombja, eleven virága is. Úgy hat ránk, mint valami hatalmas, megfoghatatlan szellemi csoda. Őrizzük meg és ápoljuk, mint a magyar kultúra legnagyszerűbb értékét. Szívlejük meg Kodály Zoltán szavait. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális emlékekről. Kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. A József Attila Emlékházban Kőszegéné Rackó Zsuzsanna Napi falatok és Újabb napi falatok című köteteinek bemutatójával emlékezünk meg erről a napról. Idén végre újra ünnepelhetjük a Magyar Kultúra Napját a József Attila Emlékházban. 1989 óta kiemelkedő jelentőségi ünnepünk, több mint 30 évtizede Magyarországon megtartjuk a Magyar Kultúra Napját, ugye emlékezve arra, hogy 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc befejezte a himnusznak a kéziratát. Balaton szerszón is közel 20 éve minden esztendőben mi is megemlékezünk erről a neves alkalomról. Hosszú évekig az általános iskola tanárai állították össze a műsort, és készítették fel a diákokat a különböző irodalmi zenés előadásokra, amelyen az egész iskola részt vett nézőként a legtöbbször a művelődési házban. A sok-sok előadásból szívesen emlékezünk vissza például a Kisherceg vagy a Hári János előadásokra, de emlékezetes volt az iskola 50 éves fennállására készült jubileumi műsor is. A későbbiekben már neves előadó művészeket, színészeket hívtunk, aminek hol a művelődési ház, hol pedig az emlékház adott otthont. Így vendégünk volt a teljesség igénye nélkül a szerszói kötődésű Lázár Balázs és Talján Marian színművészköltő házaspár több alkalommal, Tóth Péter Lóránt versmondó és Kálló Béla színművészek, valamint a Holló Együttes és a Bojtorján zenekar. Legutóbb 2020. januárjában a Szabad Ötletek Színháza Őrkény előadását élvezhette a közönség a művelődési házban, aztán 2021-ben közbeszólt a veszélyhelyzet. Idén kicsit visszarázódva a megszokott keretek közé a Napi falatok és az Újabb napi falatok című könyvek bemutatóját köszönthettük az emlékházban, ahol Kőszegéné Rackó Zsuzsanna evangélikus esperes asszonyt, valamint Klotz Pétert, Szőlősgyörök polgármesterét fogadhattuk szeretettel. A mai napon egy könyvbemutatón vagyunk, ahol mint moderátor kértek fel. Nyilván ennek nagyon egyszerű oka van a szerzővel, az íróval, Zsuzsival, nagyon régi a kapcsolatunk. Nyilván az evangélikus egyház hozott minket össze, én ott felügyelőként dolgozom, ahol ő mint esperes lelki pásztorként ott van közöttünk. És ez a Napi falatok, amikor kitalálódott az ő fejében, amikor megszületett, akkor alapvetően pont egy olyan időszakot éltünk, amikor nagyon nehéz pillanatok voltak sok-sok ember, sok-sok család életében. És minden reggel az ember úgy kelt fel, hogy egy-egy ilyen érdekes dolgot olvasott. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan feltöltődést adott azoknak az embereknek, akik ott a közösségi oldalon ezzel találkozhattak, ami a napi egész életüket, a napi egész rutinjukat egy kicsit talán jó irányba terelte, meghatározta. És én úgy gondoltam, amikor engem megkértek arra, hogy egyáltalán ebben a dologban részt vegyek és segítsek, akkor nagy szeretettel jöttem, nagy szeretettel vállaltam. Ez most már nem az első alkalom, már a harmadik. És szívesen beszélgetek Zsuzsival, szívesen beszélgetek olyan emberek előtt, akik őt még nem ismerik, hogy tényleg ki is ő, miről is szól az ő élete, honnét jöttek ezek a gondolatok, amik ebben a könyvben, ebben a napi falatokban megfogalmazódott, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan kulturális rendezvény és egy olyan kulturális összejövetel, ahol szerintem mindenki egy kis feltöltést kap a napjaira. Hát köszönöm szépen a meghívást, és nagyon jól éreztem magam, legfőképpen azért, mert a második kötetnek ez volt az első könyv bemutatója, és gyönyörű szép ez az épület, ez a József Attila Emlékház, ahol most másodszor voltam, és nagy öröm volt számomra, hogy ebben a kicsit csúszós időben is ennyien eljöttek, és együtt lehettünk ma délután. Ami engem mindig meglep, és amit nagyon hálásan fogadok, az a nyitottság, amivel a hallgatók itt ülnek, és az, hogy utána ők is felteszik a kérdéseiket, illetve rengeteg visszajelzést kapok ezeken az alkalmakon,
hogy ma is, hogy mennyi mindent jelent, akár egy egyszerű kis írás, vagy ezek a könyvek. És annak ellenére, hogy mindig ugyanarról a könyvről beszélünk, mégis minden egyes könyv bemutató más, és ehhez hozzájárul az is, hogy akik eljönnek, ők milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen nyitottsággal jönnek, és talán éppen ezért, mert ennyire különbözőek vagyunk, nincs két egyforma könyvbemutató, úgyhogy most is nagyon nyitottan és várakozással jöttem, és azt gondolom, hogy én is sok mindent kaptam ma délután. Jövőben lesz-e még könyvbemutató, amiről tudsz? Időpontra tervezve még nincs, de mindenképpen szeretnénk Balatonbogláron is majd egyet, illetve Fonyódon is jelezték, hogy szívesen vennék, és ahol még egyáltalán nem volt, de ott is nagyon várják, az a szülőfalumtól, a megyében Gyönk, ott is tervezünk még majd könyvbemutatót, és aztán majd a kiadóval egyeztetve talán még más helyszíneken, vagy akár online is lehet majd. Már ismerősként jöttem ide a Kultúra napjára, hogy az Esperes asszonyt a könyve alapján ismertem meg. Noha már találkoztam vele itt Szárszón is, például egy búzaszentelésen, de ebből a könyve alapján tökéletesen megismertem, mert a mindennapjaiba beavatott. És ezt olyan isteni csodának tartottam, hogy ő most itt van a Kultúra napján, mert ezt a könyvet a barátnőmtől, Somogyváriné Ildikótól kaptam, aki az evangélikus gyülekezetbe jár itt Szárszón, és presbiter is, és jó ismerőse az Esperes asszonynak. Hát nagyon tetszett a kötetben több téma, és nagyon örültem neki, mikor a cicás történetet itt előadta, mert ezt én is nagyon szerettem volna elmesélni, vagy elmondani valami közösségi találkozón. Kiváló úti könyv, nagyon szeretem olvasni a vonaton, hogyha utazom, mert 2-3 oldal a történet, és úgy fölüdít. Mindig van hozzá egy, ha úgy mondom, hogy isteni vagy bibliai üzenet. Úgyhogy gratulálok az Esperes asszonynak, és úgy tudom, hogy lesz folytatása is. A Facebookon találtam én ezt a Napi falatok sorozatot, ez első darabjára rácsodálkoztam, majd egy-kettőre rákaptam a történetek olvasására, hiszen abban a igen-igen zűrös időszakban, mikor az ember tele volt aggodalommal és feszültséggel, nagyon sokat oldott a mindennapok történeteidben, a mindennapok elviselésében ez a fajta kedves és szívhez szóló egyszerű kis történet minden nap, amikor valahogy úgy felemelte az ember mindennapjából egy kicsit, egy más dimenzióba került, ha végigolvasta. Nagyon-nagyon szívesen, mosolyogva olvastam némelyik történetet, kedves cicájukat, azt végig kísértem, sajnos tudom, hogy már nincs a gyülekezettel, de azért mindig olyan szeretettel emlékeznek rá vissza. Úgyhogy nagy élmény, jókedvűen, kedvesen lehet olvasni ezeket, és nagyon sokat adnak a mindennapokban. Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 12. és 13. vers a vezérige. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Süti nem csak a mi macskánk, hanem egy ideje már a gyülekezeté is. Nem véletlenül kértük Jácintot, hogy jelenjen meg az istentiszteletek felvételein, ha csak egy kép erejéig is, mert sokan szeretik hűséges cicánkat. Minden vasárnap 20 perccel az istentisztelet kezdése előtt felül a templom körüli falra és vár. Várja a gyülekezetet és velük a finom falatokat, amelyekkel többen is megajándékozzák. Aztán beül az ajtóba, végignyávogja az énekeket, elmegy, kis idő múlva visszatér, és ha nyitva találja az ajtót, besétál, hogy végignézze a padban ülőket. Számára is nehéz volt az átmenet. Egyik napról a másikra megtapasztalni, hogy nincs nyíló templomajtó, nincs gyülekezet, nincsenek finom falatok, csak a jól megszokott hétköznapi koszt, amelyhez nem mindig fűlik a foga. A mai reggelit csak megszagolta, ahogy a tegnapi vacsora sem volt kedvére való. Így aztán gondolt egyet, és elindult, hogy szerezzen magának valami különlegesen finom falatot.
Mire hazaértem a bevásárlásból, egy kimerült, meggyötört seregé gubbasztott a teraszon a fal tövében. Apró tollak hevertek szanaszét, és egyértelmű volt, hogy csak percei, esetleg egy órája van hátra szegénynek. Így is lett. Hanna Róza megsiratta, aztán gödröt ástunk, a madarat eltemettük, jelként a feltámadáskert egyik keresztjét szúrtuk a földbe. Köveket tettünk rá, és virágot szórtunk a tetejére. Megadtuk a seregének a végső tisztességet. Sütit mindez a furcsa közjáték már nem érdekelte. Az élvezetnek, a kihívásnak, a játéknak vége, innentől kezdve a madár már nem tűnt érdekesnek. Elnyújtózott a napon, lustán mosakodni kezdett, hosszabbra nyúlt, mint az esti árnyék, és szépen békés, elégedett dorombolásba fogott. Nem foglalkozott többé velünk, hogy miért könnyes egy pici lány szeme, mi ez a felhajtás a madár körül, hiszen az csak zsákmány, semmi több. Győzött felette a diadalt, köszöni szépen már bezsebelte. Játszik, mint macska az egérrel. Sokszor így játszunk mi, emberek is egymással. Élünk önzőn, saját vágyainkat űzve és kergetve. Nem törődünk azzal, hogy közben hány sebet ejtünk, hány lelket, érzést tiprunk össze még azokban is, akik egészen közel állnak hozzánk. Játszunk az érzésekkel ridegen és szemtelenül. Sokszor csak akkor döbbenünk rá, mennyi kárt okoztunk, ha már túlságosan késő azt megbánni vagy jóvá tenni. Játszunk, mert közben mi magunk is játékok vagyunk. A kísértő, a gonosz ugyanúgy hajt és űz bennünket, hogy megszerezzen, hatalmában tartson. Néha enged, egérutat kapunk, de csak azért, hogy a következő pillanatban még nagyobb élvezettel marjon rajtunk egy nagyot. A játék addig tart, amíg erőnk van és ellenállunk. De ha feladjuk a harcot, elvesztünk, és pont úgy, mint a macskának a madár, nem leszünk többé értékesek. Abban a pillanatban, hogy engedünk és nem harcolunk többé a bűnnel és a kísértéssel, ő győzött és uralkodik felettünk. Van még remény. Van még erő bennünk a küzdelemre. Van még bennünk alázat, hogy ne ártani akarjunk egymásnak. Van még kiút a bűn a halál hatalmából. Miután eltemettük a seregét, és felszáradtak Hanna Róza könnyei, elgondolkodva megkérdezte. Mi van, ha csak aludt? Mi van, ha mégis életben van, vagy feltámadt azóta? Nem, az nem lehet. Ahhoz csoda kellene. Na és? Csodák mindig lehetnek, nem? Olyan csodák, mint a feltámadás. Lehetnek. Sőt, ez a csoda már nem lehetőség, hanem bizonyosság. Hisszük és valljuk, hogy a bűnnek, a halálnak nincs örökké hatalma rajtunk. Krisztus megtörte az erejét. Még játszik, ideig, óráig úgy tűnik, hogy győzelmet arathat, de a végső diadal, a legnagyobb dicsőség a feltámadott Úré. Miénk pedig az isteni ígéret, hogy aki mindvégig kitart, annak üdvössége lesz. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január 18 és 25 között megtartott esemény. 1968-ban az egyházak ökumenikus tanácsa és a keresztény egységtörekvés pápai tanácsa közösen adott ki imaszövegeket ezekre a napokra, ezzel is támogatandó az ökumenikus törekvéseket. Az ökumenikus imahetet településünkön is minden évben megtartják a történelmi egyházak. Thank you.
áldás békesség, erős várom Istenünk, dicsértessék Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sok szeretettel köszöntöm kedves lelkésztársakat, a kedves testvéreket. Örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttünk a mai estére, nehézségek ellenére is. És nagy öröm számomra, hogy Balatonszászon meg tudjuk tartani a ökumenikus istentiszteleteket. Legalábbis van most már remény, mert napok választanak el a következőktől. Hiszen nagyon fontos ima felhívás van nálunk is, katolikus egyházban, hogy imádkozzunk a keresztények egységéért, de világszerte is megteszik ezt, szerte a világban, mert Jézus akarata a legfontosabb nekünk, hogy benne egyek legyünk. Az idei ökumenikus imahetünknek a vezérfonala, vezérgondolata Máté evangéliumának második fejezetéből való. Tulajdonképpen a közel-keleti egyházak azok, amelyek az idei esztendőben összeállították a témáját ennek a imahetünknek. Tulajdonképpen a napkeleti bölcsek története az, amely a központi üzenetét adja az imahetünknek. A fő mottója: láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt, Máté evangéliumának második fejezetéből. A mai igehirdetés pedig tulajdonképpen az ima hét első napjának az egyik igéjéből hangzott el, Timóteushoz írt második levél első fejezetéből, amelyben Pál apostol a fiatal Timóteushoz szól, és arra biztatja őt, hogy ne csüggedjen el, ne féljen, ne aggódjon, és ne szégyenkezzen az evangélium miatt, hiszen az Istentől ajándékba kapott erőt, szeretetet, józanságot, és ezeknek az ajándékoknak az erejével, segítségével képes lesz leküzdeni minden félelmét, aggódalmát, és képes lesz bizonyságot tenni az evangéliumról. És hogy miért? Azért, mert ez az evangélium akkora erőt sugall az ember számára, olyan nagy erőt lehet meríteni Jézus Krisztus kegyelméből, szeretetéből, amely megmentett bennünket minden gonosztól, haláltól, az ördög hatalmából, és megment bennünket tulajdonképpen a félelmeinkből is. És azt gondolom, hogy ennek azért is van jelentősége a mostani időszakban, hiszen rengeteg aggódalommal, félelemmel vagyunk telve, talán a járvány helyzet miatt is sok-sok bizonytalanság van bennünk, de az Istennek ez a felragyogó világossága az, ami reményt tud adni nekünk a mindennapokban, és erőt tud sugározni, és ki tud menekíteni bennünket ebből a fajta aggódalomból. Talán még egy olyan mondani való az, ami fontos, és ide kívánkozik a igével kapcsolatban, hogy az, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, tegyünk bizonyságot róla, ez azt jelenti, hogy ne csak egymagunkban, hanem közösen, együtt, minden egyház legyen képes arra, vagy érezheti, képesnek érezheti magát arra, hogy egymásért is kiálljon, és egymás mellé is kimerjen állni, és hirdetni azt, hogy együtt vagyunk közösségben Krisztussal, és ez is Isten szeretetének, kegyelmének a jele. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a csodálatos alkalomért, hogy együtt lehetünk, hogy közösségben lehetünk veled, Urunk, és egymással is. Hogy leborulhatunk előtted, megvallhatjuk neked bűneinket, gyarlóságainkat, és mindeközben megtapasztaljuk azt a csodát, hogy igéd és szent lelked által felemelsz bennünket. Hálát adunk, Urunk, a te szabadért, hogy neked mindig van szabad kijelentésed hozzánk. Hálát adunk azért, Urunk, mert te nem hagysz bennünket üzenet, bátorítás, vigasztalás nélkül. És hálát adunk egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki meghalt értünk,
a Golgotai kereszten, azért, hogy nekünk üdvösségünk, örök életünk legyen. Isten gondviselése, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek vigasztaló szeretete legyen és maradjon mindnyájatokkal. Isten így áldja meg a mai együttlétünket, alkalmunkat az ő szent lelkének erejével. 2022-ben is megtartjuk az ökumenikus ima hetet, ima nyolcadot, így is szoktuk mondani. A keresztények egységéért imádkozunk. Fontos számunkra az, hogy Jézus akarata teljesedjen, amikor a tanítványaiért imádkozik, hogy azt akarom, hogy egyek legyenek. Mi is ezt szeretnénk elérni, hogy Jézus tanítását közösen olvassuk, hallgatjuk, annak magyarázatát, és próbáljuk azt megvalósítani mindannyian, mindenkik felekezetből, akik itt összejövünk Balaton-Szárszón, református, evangélikus, katolikus testvérekkel, és azt szeretnénk, hogyha ez az egység épülne és megmutatkozna a közös ima alkalmakon, a mindennapi életben, amikor az utcán találkozik két keresztény ember, szeretettel köszöntsék egymást, érdeklődjenek egymásról, jóba legyenek egymással, és akár közösen, például a szeretett szolgálatban is együtt munkálkodjanak. Tehát az célunk az, hogy ezt az egységet erősítsük, építsük, és az Úr ezt meg is áldja, bízunk benne. Az idei ima hétnek a témája napkeleti bölcsek látogatása, és azon belül is láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. A mai napnak pedig van egy külön témája, gondolat, még ehhez hozzá csatlakozva. Ezt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliumában. Ne félj, te kisded nyáj,
hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Az Úr Jézus arra hívja az ő követőit, hogy ne aggodalmaskodjanak amiatt, hogy kicsiny ez a nyáj, ez a közösség, az egyház, vagy az egyházközség, mert Jézus itt van velünk. Viszont a tanúságtevő keresztények jelen kell, hogy legyenek ebben a kis közösségben. Jelen kell, hogy legyen az Úr lelke, hogy ő velünk van és segít minket. És hogyha ebben a tudatban élünk, akkor a kicsiből nagyon hamar nagy lesz, és épül a bizalom Isten iránt, és az emberek iránt is. Tehát a közösség egyszerre kicsi, Jézus hívő közössége, ebben a világban is, ma is, de mégis naggyá tud válni azáltal, hogy Isten országa növekszik, épül, az ő törvényei, az ő szeretett parancsa, az terjed az emberek között. És mi is ezt szeretnénk, hogy eltűnjön a félelem, és helyette Isten legyen jelen a kis közösségeinkben, és ebből a közösségből egy nagyobb közösség is alakuljon, akár itt a faluban, Balatonszárszon, akár a többi településeken, Somogy megyében, az országban, és így sorolhatnánk, hogy növekszik Krisztus által ez a kis közösség a mai világban is. A kicsiből nagy lesz, a mustármagból nagy terebélyes fa, hogy azt Jézus mondja, ehhez kérjük Isten segítségét, és ezért is imádkoztunk együtt, és tesszük ezután is. Kegyelmes mennyei atyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, hogy összegyűjtesz bennünket, hogy egy közösségé teremtesz bennünket, hogy bárhonnan érkezzünk, bármennyi tartsunk, te benned, a te kegyelmedben, a te szeretetedben mindannyian egyek lehetünk. Kérünk, adj bölcsességet a szívünkbe, a lelkünkbe, adj bölcsességet a kicsinyeknek, hogy szelítségüket, türelmüket, jócsajágukat, józanságukat be tudják ragyogtatni ebben a világban. Hogy tanulhassunk a kicsinyektől, és megtanulhassunk mi magunk is kicsinyek és alázatosak lenni. Kérjük a te áldásodat közös alkalmainkra. Kérjük a te áldásodat a csendünkre, a nyugalmunkra. Kérjük a te áldásodat azokra, akik békességre törekednek közöttünk. Kérünk a te áldásodat a gyengékre, akiknek erőre van szükségük. Kérjük a te áldásodat az erősekre, akiknek a gyengékre van szükségük. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne tévejedjünk el a te utadról, hogy el ne térjünk attól a keskeny ösvénytől, amelyet te kijelöltél számunkra, hanem megmaradhassunk azon. És a Szentlélek. Amen.
nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai alkalmunkon itt a Balaton Szárszói Evangélikus templomunkban. És mert kicsi a templom, ezért úgy látom, meg is telik a templom mindannyiunkkal, hogy bejöttünk, befértünk. Nagyon nagy örömmel fogadjuk a kedves testvéreket. A keresztényeknek mindenkori feladatuk az, hogy az egységre törekedjenek, hiszen Jézus Krisztus is ezt mondta, én és az Atya egyek vagyunk. A történelemben évszázadokon át azt tapasztaltuk meg, hogy az egyház szét volt szakadva. Nagyon nagy áldás megtapasztalni manapság azt, hogy a keresztény felekezetek, Krisztusban hívők közelednek egymás felé. És nagyon örültünk annak, hogy itt Balatonszászón is meg tudtuk tartani az ökumenikus imahét alkalmait a fokozódó vírus helyzet ellenére is. Jó volt azt látni, hogy templomaink megteltek Krisztusban hívőkkel, és megtapasztalni azt, hogy együtt imádkozunk, és együtt esedezünk az Úr Jézus Krisztus előtt. Mai igehirdetés üzenet a keresztény embereknek Mózes második könyvéből a 13. fejezet legvégéről hangzott, amikor Isten kivezette a népet Egyiptomból, ám ez az út, amely előttük állt, ez nem ígérkezett egy egyszerű útnak. Isten népe vissza kívánkozott Egyiptomba a húsos fazekak mellé, nem látták meg azt a csodálatos ígéretet, amit az Isten mondott nekik és biztosított számukra. Isten jelenléte már önmagában is bizonyíték volt arra, hogy ha ő elindítja az ő népét ezen az úton, ők meg is fognak érkezni a célba. És valahogy így van ez a mai keresztény egyházakkal is. Nem a magunk erejében bízunk, nem a magunk ügyességében vagy rátermettségében, hanem abba a kegyelembe kapaszkodunk, ami egyedül az Úrtól való. Ő tudja ma is a mi dolgainkat, és biztos célt mutat számunkra is, ami nem más, mint lelkünk üdvössége. Keresztény emberként erről kell ma is mindannyiunknak, minden felekezetnek bizonyságot tenni, és eljuttatni ezt az örömhírt azok felé is, akik még nem nyitották meg a szívüket az evangélium előtt. Ma különösképpen is nagy aktualitása van annak, hogy hirdessük az emberi élet fontosságát. Isten nem véletlenül teremtett meg bennünket, hanem célja van az életünknek. Rámutatni arra, hogy ez a hatalmas Isten szeret bennünket, és ő azért adta oda egyszülött fiát, hogy megmentsen, megváltson bennünket. Mind a három este együtt voltunk, és lélekben mindannyian feltöltekezhettünk. Isten adja meg azt, hogy ez a folyamata későbbiekben is folytatódjon, és ne csak az ima hét alkalmain, hanem mindenkor tudjunk egymásért imádkozni. A bölcsek napkeletről jöttek, hogy tiszteletüket tegyék, és felajánlják kultúrájuk, hazájuk különleges kincseit. Ma egyetemlegesen fohászkodunk a világ sokféle hagyományú és szertartású keresztény közösségeiért. Urunk, kérünk, őrizd meg ezeket a kincseket, különösen is a világ azon részein, ahol erőszak és zsarnokság fenyegeti a keresztények jelenlétét és megmaradását. Kérünk téged, hallgass minket! Az Úr kora gyermekkorára a zsarnok Heródes által elrendelt erőszak és vérengzés nyomta rá bélyegét. Imádkozunk világszerte azokért a gyermekekért, akik erőszaktól sújtott helyeken élnek, és nap mint nap el kell viselniük ennek következményeit. Erősítsd, Urunk, az egység és a kölcsönös szeretet kötelékét egyházaink között. Segíts, hogy közösen tudjunk munkálkodni a szent nevedről, bizonyságot tenni. Indíts arra, hogy szüntelenül védelmezzük az elnyomottat, és befogadjuk a kirekesztettet.
Bátoríts, hogy ellenálljunk a zsarnokságnak, elnyomó rendszereknek, amikor országodat keressük. Én szeretném megköszönni a mai igeszolgálatot László testvéremnek, lelkész testvéremnek, aki nagyon jó útravalót adott még nekünk itt a következő éjszakára vagy napokra is, és köszönöm szépen Borza Miklós plébános úrnak is az imádságot, a tegnapi igét is, ami higgyék el, nekünk is nagyon jó az, hogy másokat hallgathatunk, és nem magunkat, és sok-sok minden az épülésünkre szolgál, ritkán van ebben részünk nekünk is, a lelkészeknek, meg az igehirdetőknek. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Amen. Elmúlt alkalommal már hallottuk a nyugdíjas klub tagjaitól érdekes történeteket a gyermekkorukról. Most a folytatásban a nyugdíjas klub tagjai tovább mesélnek, ami továbbra is a gyerekekhez és a fiatalokhoz szól, de mindenki számára tartogathat érdekes és tanulságos történeteket szüleink és nagyszüleink életéből és Szárszó múltjáról. Amikor ezek a felvételek készültek, még nem tudtuk, hogy nem sokára örökre búcsút kell mondanunk Petkes Jánosnak. Én személy szerint, mint ahogy sokan mások, nagyon szerettem őt. Igazi jó ember volt. Emlékezzünk rá úgy, ahogy ezeken a felvételeken mesél az életéről, kedélyesen, szeretettel. János, köszönjük, hogy része lehettünk az életednek. Emlékedet szeretettel megőrizzük. Széles a Balaton, vize keskeny a híd rajta. Ne menj arra, kis angyalom, mert lesel róla. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizében, inkább esek, kis angyalom, véled szerel. Amikor történelem órákon mesélek a gyerekeknek a saját gyerekkoromról, akkor olyan kicsit a tágra nyílt szemmel szánakozva néztek rám, hogy mennyire unatkozhattam annak idején. Hát pedig ez nem volt így. Nagy örömömre eljöhettünk a nyugdíjas klubba, és sok érdekes történetet hallhattunk arról, hogy hogyan éltek régen a gyerekek, illetve a fiatalok. Egy biztos, majd ki fog derülni a beszélgetésekből, hogy egyáltalán nem unatkoztak. Hát én alföldi lány lévén, Dévaványán születtem, egy nagy községben, ahol 56-ban még villany se volt, nem, hogy televízió lett volna. Emlékszem rá, 56-ban vezették be a villanyt,
és hát bizony téli estéken még kisebb nagyon mertünk menni. Mit csináltunk mi gyerekek? Malmoztunk, de nem ám kész, saját magunk készítettük el a malomtáblát, és az egyik babszem volt, a másik kukoricaszem volt, és ezzel játszottunk, vagy kártyáztunk. Na, arra emlékszem, hogy anyám sokat olvasott a petróleum lámpánál, miközben mi morzsoltuk a kukoricát, akarom mondani a tengerit, mert nálunk a kukorica tengeri, és hát mi gyerekek a csutkával játszottunk, építettünk tornyot belőle, ezt-azt, mikor mit. Közben anyám olvasott, úgy kaptuk a könyveket, emlékszek rá, háztól házig mentek ilyen kis könyvek, azt hiszem, a Sándor Mátyás volt a neve, amit hát így hallgattunk. Hát aztán már később ugye mi is olvastunk, és attól függetlenül, hogy nem volt se gáz, se villany, se semmi, azért mégis mindig minden rendben volt. Szalmával fűtöttünk, kemence volt, az minden héten le volt meszelve, a kemencepatkán üldögéltünk, bent a sút volt, ahova mikor megfürdettek bennünket, gyerekeket odarakodva anyám, megszárítkozni bennünket. Hát jó, de így is nagyon, nagyon jó volt. Hárman voltunk testvérek, én fiúk között nőttem föl, tehát mindig azt kellett csinálnom, amik a fiúk. Tehát ha tél volt, nagy hó volt, akkor bizony kimentünk szánkózni. Apám, amit összetákolt azon, meg szalmazsákon, mert mikor befagyott a kanál is, mert elég jó nagy kanál is volt, akkor azon csúszkáltunk, sinkóztunk, már ahogy a fiúk mondták. Hát ilyenekkel töltöttük az időnket. Hát aztán nagyobbacskák voltunk, akkor olvastunk mi is. Meg hát jó volt, na. Attól függet, mikor már nagyobbacska lány voltam, akkor emlékszem rá, hát volt a tánciskolába jártunk, bálokba jártunk, mint ahogy a Gyöngyi is mondta, minden hét, most a fiataloknak nem is tudom, hogy hova tudnak elmenni. Kisz volt, igaz, hogy már mikor nagyobbacska voltam, akkor ugye kisztagok voltunk, a kiszbe jártunk, ott kis társas játékoztunk meg, hát zenéltünk, meg ez, meg az, meg népi táncra jártunk a kultúrba már akkor is. Úgyhogy elteltek azok a téli esték, attól függetlenül. 56-ban, ugye a forradalom idején, arra nagyon emlékszek, én negyedikes voltam, mikor reggel arra ébredtünk, hogy fel van bújdulva az egész falu, bujkálnak az emberek. Erre-arra nekünk is volt olyan rokonunk, aki pártag volt, meg hát olyan bizalmi ember volt, akit úgy bújtattak tanyán a rokonok, hogy nehogy valami baj legyen. Emlékszek az orosz szoborra, amikor kiborították a fiúk a orosz könyvet, a gyerekek összetépték az iskolába, a nagyok, mert mondjuk én nekem még nem volt. A gyerekeket biztosan nagyon érdekli, hogy annak idején mennyi volt a házi feladat, kellett-e otthon tanulnivalót még megcsinálni, írásbelit, szóbelit megtanulni az estéken, hogy jobban teljen az idő? Hát persze, akkor is volt házi feladatot, kaptunk pláne matekból, ugye én mondjuk nagyon szerettem, de nem annyit, mint a mai gyerekek. Annyit nem kellett tanulni, meg hát kötelező olvasmány akkor is volt, amiket el kellett olvasni. Meg hát fogalmazást, meg ezt, meg azt, tehát tanulni kellett. De amellett, hogy tanultunk nagyon sokat, nekünk a házi munkát is nagyon sokat kellett segíteni otthon. Mivel nem volt még vezetékes víz, a gyerekeknek az volt a gondjuk, a dolguk, hogy hát nagy mosáskor, disznóvágáskor, akútra jártak vízért két kannával, alig bírtam el sokszor, mikor még kicsi voltam, de azért cipeltük. Ez volt a gyerekeknek a legfőbb dolguk, hogy akútra járjanak vízért. Hát aztán állatok voltak, ott is be kellett segíteni. Mikor kis csibe volt tavasszal, mozsárba törtük, mert még nem volt daráló, mozsárba törtük annak a kis csibének meg a kukoricát. Ilyeneket csináltunk. Aztán később már jártunk ki dolgozni. Én ugye mondtam már, hogy alföldi lány vagyok, és a környéken rengeteg volt a rizs termesztéssel foglalkozott akkoriban, nem tudom, hogy a TSZ-e vagy állami gazdaságok voltak, oda jártunk ki nyáron rizs gyomlálni. Ez ilyen nagy táblák voltak, ez vízbe áll a rizs, tehát örültünk neki, fürödtünk egész nyáron. Amikor annak vége lett, akkor pedig a legelőre kellett menni aszottat kapálni, mivel hát a tehenek nem tudták, vagy nem tudom, hogy nem ették meg azt az aszottat, azt kellett kikapálni, azt a szúrós valamit, azóta se láttam olyat.
magherét gyomláltunk, vagy akarom mondani maglucernát, mert nálunk a lucerna az here, úgy ott herét mennek kaszálni, nem lucernát. Kukoricát címerezni jártunk. Úgyhogy mindig, mire az iskola eljött őszre, addigra azt a kis pénzt megkerestük. 10 éves korom óta, az, ami az iskolára kellett, akkor ruhára, cipőre, könyvekre. Na és akkor nem volt mindig új könyvünk ám, hanem az előtte való évfolyamtól meg kellett venni, vagy megvettük a könyveket. Úgyhogy és akkor hogy örültünk, mikor megkaptuk azt a gyönyörű szép kék papírt, nagy ívbe, és akkor fölcímkéztük, hú, de örültem neki, olyan szépen, mire behajtogattam. És hogy álltak hozzá a gyerekek a munkához? Akkor is úgy volt, hogy noszogatni kellett őket, és mondták, hogy jaj, ne már, miért én? Vagy természetes volt? Hát nekünk az úgy természetes volt, hogy a vizet nekünk kellett meghordani. Hát anyám nem is bírta, meg nem is bírta volna a többi munkától. De hát az természetes volt, a gyerekek jártunk a kútra vízérát például. Meg hát a többi munka sem, libát legeltettünk, mit tudom én, ilyeneket. Sok mindent csináltunk. Gyümölcsöt szedtünk, volt kiskert, mindent csináltunk. Hát nem lehetett mindig játszani. Na meg hát a lányoknak azért kellett egy kicsit takarítani is már. Na de hát akkor nem olyan takarítás volt, mint most. Ugye bármik földes volt a szoba, amit föl kellett mázolni. El se tudják a mai gyerekek képzelni, hogy az milyen lett, és akkor a tiszta szoba az roncónyeggel volt letakarva. Na télen még ezt csináltunk sokat, olyat, hogy a rongyot így föl kellett csikozni, összevarni, fölgombolyítani, és akkor anyámnak volt szövőszéke, ahol a roncónyeget télen megszőtték. Én korán megtanultam szőni, mondjuk amúgy is mielőtt idejöttünk, én a szőnyegszövőbe dolgoztam, de és az volt, még az ágyon is az volt lepedő helyet, meg szalmazsákunk volt. Hát a gyerekek el se tudnák képzelni, hogy most szalmazsákon aludjanak. Mikor friss szalmát hazahozták ősszel, vagy hát aratás után, akkor a kazal volt az udvaron, és akkor a volt az első, hogy a régi szalmazsákot kiborítani, és akkor új szalmával megtömni. És akkor hú, de örültünk neki, hogy friss szalmunk van. A lányos játékokról, meg elfoglaltságokról, meg munkákról már sokat hallottunk. Most szeretnék hallani egy kicsit a fiús dolgokról is. Először is én egy nagyon kicsike kis falubú, mondhatom, hogy pusztából származom. Tanúim is vannak rajta nyugdíjas klubba. És hát, hogy a fiúk milyen játékot játszottak. Hát az én időmben ma, amelyik azért, hogy mondjam, a fejlődés elejé volt, mi nálunk ugye nem 56-ban, 62-ben lett villany azon a kis településen, ahol hát én éltem. A fiús játékokra visszatérve, hát azt mondja, hogy amit a tehának a csutát, nem tudom másképp a fiúknak megmagyarázni, azt mondja, hogy a kukorica csutája nem magának a szemesnek, hanem a szára. Nem tudom hirtelen, üszény csutának mondták, azt tudom, ha szépen lerágták a tárnak, vagyis leszették a levelit, és az ilyen ezekből állt, azt elvágták, és ott behasították, és ott lehetett szépen szekeret csinálni, ökröt, teljes fogatot, úgy, ahogy az illett. Akkor a játékok közül még, ugye hát a szülők általában, hát mi nálunk, kinek milyen ügyes volt az édesapja, ott be lehetett segíteni a úgynevezett szankó, síléc, ami létezett. Akinek nem volt elég, az ugye némi más segítségét csináltak, ugye nem csak egyedül egy fiúnak volt síje meg szankója, a többinek is. Annak az már városi gyerek volt, akinek ródlia volt, az már nagy menő volt, mi nálunk legalábbis, mert mondjuk télen olyan pályákat csináltunk, hogy le volt öntve vízzel, olyan dobatóval, hogy a ródli az ott rogyott össze, amikor leért. És mondjuk az nem tartott olyan sokáig. Hát a játékok mellett, ahogyan előttem is elmondták, hogy az Alföldön mi volt, hát az a somogyi kisgyereknek is megadatott, hogy vigyázott a zsibákra, kislibákra, csibékre. Hát ugye a csibék azok a téli estéken, meg nappalokon a spórhált alsó részén, jó büdös volt a konyhába tőlük, de ott nevelkedtek föl addig, amíg át ki nem lehetett tenni tavasszal.
Na és hogy ugye tavasztól meg, mikor már ugye kellett enni, akkor csollánszedés, annak összeszelése, darálva, bakavari, stb. Tehát ez a gyerek dolga volt. Megjött az iskolából, ki volt adva, hogy ez meg. Ami nem, hogy mondjam, nem volt olyan, hogy nem csinálom meg, már hát ki, maximum a nővérem. Én nekem ugye nővérem ott volt, akinek szintén meg volt a dolga, hogy mit, na mi azért osztózhattunk a testvére, akkor sok testvér, és ne tantán kevesebb állat, ott ugye jobban ráért. Játszani mindig volt időnk, már ez is játék volt, hogy elmentünk csollancenni, téged megcsikla, engem nem csip, de tudod, hogyan kell szedni, stb. És minden. Az mondjuk nem is egy utolsó dolog volt, hogy hajtott haza a kanász, a fiúgyerekek általában kinéztek egy kost, nem tudom mennyire, most legyen, nem lett. Fölültek rá, és be. Ugye a kost mérne be a disznók közé, amelyikek ugye dagonyáztak előtte, és amikor onnan kijött a kisgyerek, nagygyerek, akármilyen gyerek, hát az tiszta sár volt, úgy, ahogy az Isten megadta. Mert ugye hát nem tudta irányítani a dolgot, az ment össze-vissza. Tehát ilyen játékok voltak. Be kellett segíteni mondjuk például, nálunk annyira jó ment, hogy ha nem volt úgynevezett gulás, tehát aki a teheneket őrizte. Ezért a gyerekek általában, mit tudom én, délután, amikor az iskolába kijöttek, délután egy órát elmentek, segítettek ott a nagypapának, meg akik voltak, már az meg sorba ment, érdekes dolog, ez egy sváb falu volt, ott sok mindent csináltak közösen. Na most ugye az iskoláról, nálunk az elején 1-4 tanítottak, tehát az iskolába, első osztály, más osztály, harmadik osztály, és akkor voltak csöndes órák. Ezt gondolom te tudod mi az. Igen. Tehát el tudod magyarázni, hogy az első órának úgy szoktuk mondani, hogy hangos, akkor a második, harmadik, negyedik kiosztottak feladatokat, amit meg kell csinálni, meg lehet szokni, és nem is rajtam kívül nem is igen volt hülye gyerek. Na mindegy. Szóval akkor talán, ha a gyerekeknek mondanám, de ez nem azoknak szól, a tanárok, tanítók, ugye nem is beszéltünk tanárokról, akkor már felső tagozatos voltam. A tanító együtt ért a faluval. Tehát megint olyan speciális helyzetben voltunk, hogy a gyerekeknek nagy részének, idős tanítónk volt, a szüleit is ő tanította. Tehát ott nem volt reklamáció, hogy a tanítóbácsi így, a tanítóbácsi úgy, mert hazament, elmondta, megint kapott, szóval, és ugye nem volt, nem azt mondom, hogy fölösleges, mert nem volt fölösleges, érdekes módon fölneveltünk, engem még küldtek ki pálcáért, az orgon, a bokorból, az meg a vonalzós rész, de igen, tehát a pálcáért, amikor már nagyobbak voltunk, akkor bekarikáztuk, az első ütésnél eltörött. Ugye Tanytobacs meg természetesen is tudta, hogy ez mit ütörött el, ugye volt plusz pálcája is. Sőt, még olyan is volt, hogy a térképen abban az időben kellett mutatnia, mihol, mára, hogyan, és ha nem jó hára mutat, őnál is volt egy pálcája, és akkor ma kaptam is hátulul. Tehát az okta, és ugye az is egy érdekes dolog volt, nálunk talán különleges is, hogy aki nem tudta a leckét, az ott fogta. Tehát mit tudom én, vége volt 1 órakor az óráknak, hazament megkaját, és visszament, és 4 óráig ott volt fogva. Azt a tananyagot kérdeztek itt-le, amit nem tudott. És akkor 4 órakor engedte haza, és akkor otthon még a következő napra föl kellett neki készülni. Ezért volt a kiskoromban a pusztába, kisfaluba, nem tudom, Artézik út. Az Artézik útnak van 1 méteres kávája, amit ugye körbe lehet járni. Tanító bácsi általában, amikor hazamentek, a bánfogottakat ott hagyta tanulni, és ő elment a boltba. Ami fél falun ment keresztül, és ugye gyerekeket nem szabad lett volna neki látni, mert az mind tanulott benn. No, de hát ez nem úgy volt. És amikor jött, akkor mi mentünk körbe a kutkával, amennyien elfértünk, hogy nehogy meglásson bennünket. És ez se a feladat, se a tanítóbácsi szigorú volt, de játszott velünk a bundzsitú, nem tudom elmondani, hogy milyen játékok, nem ő talált ki. Színdarabot tanítatott a kicsiktől a nagyokig, sőt a végzett iskolások, vagyis hát a
az úgynevezett legények, lányoknak karácsonyra színdarab, sőt az újházasokat is. Annyira felnéztek rá a faluba, hogy ő meg tudott szervezni ilyen dolgot. Fügy szóval, tehát nem kellett könyörögni, hogy valaki lépjen be ide meg oda, az minden, tehát rendben. Igaz, hogy hát a fát azt az iskolának mi vágtuk. Hát jó, pedig negyedikes, tehát mi egytől négyig, és természetesen még olyan is volt, hogy nem akartuk vágni, akkor ugye be kutyaszarosztuk a fűrésznek a nyálit, és az öreg megszagultan idős volt már. Mondta, hogy morzsi piszok. És akkor ugye nem kell fűrészülni. És unatkozni szerintem ott nem unatkozott senki. Tavasztul, foci volt, a mobiltelefont még máig is meg szokom emlegetni, hogy a kisgyerek édesanyja dombtetőn volt a lakásuk, a játszótér, focipálya, az a tehén legelő volt, és a mobiltelefon az volt, hogy sötétedéskor kiszólt és kiabált, hogy az egész falu hallott, hogy Józsika, és akkor ugye Józsika tudta, hogy haza kell menni. Holott az is ugye nálunk legalábbis az esti harangszó volt az, amikor mindenki hozzá. Tehát ez megint nem is vitatta soha senki. Ez valahogy bele volt nevává. Rosszaság mindig volt, az én gyerekkoromban is, meg talán lesz is. A nagypapák mesélték rengeteget, én is nagyon szerettem még dolgozni is vele. Igen, már mondjuk abban az időben édesapám úgy mondták, eljárt iparba. Én meg a papa, mi meg ugye amíg nem volt TSZ, addig a ketten csináltuk a mezőgazdaságot. Úgyhogy én szántottam is, úgyhogy ott volt, természetesen ott volt. És mindig mondta is, hogy amikor már a kocsin fönn vagy a gyáplő meg az ostor, akkor már legény vagy, de amikor be kell fogni, akkor fész a lót. Na szóval, de minden ilyen, és ez már jutalomnak számított, hogy mondjam, tehát örültünk neki. És tényleg, hát szombaton mind a nagyok, mi is kártyáztunk, mikor ma ugye kicsit nagyobbak voltunk. Aztán utána meg ma azért fárasztóbb volt a dolog, mert fárasztóbb, az se volt fárasztóbb. 4 kilométerre jártam iskolába, utána reggel 8-ra, úgyhogy 7-kor indultunk. Télen, nyáron, esőben, hóba, és hát azért ott is megvolt a Koppánypatakon, mentünk, amikor befagyott, táskát letettük, madzagot kötöttünk, egyik rájut, a másik húzta. És érdekes módon ő teknőre fagy a patak, már folyik alatt a víz. És volt úgy, hogy ugye reggel vacsán már hosszú gagyába szárítkoztunk a kályha mellett. De hát mindenki tudta, hogy ez véletlen belecsúszott az árokba. Igen, tehát nem volt unatkozás, ez az egy biztos. A mai gyerekhez képest nem volt unatkozás. Az én koromban már volt pufi gyerek, az igaz, én is elég pufi gyerek voltam. Igaz, hogy mondjuk hát rettetes rosszul táplálkoztunk, akkor a kenyeret belemartottuk, akkor még ugye nem vízvezetéke jött a víz, hanem vödörbe volt mellette. Így a nagy kenyér belemartani a vízbe, vastagon megállt rajta, a cukor nem hullott le. És ugye hát azt kellett tenni. Ja. És azért volt a sok pufi gyerek, meg zsíros kenyér, de szóval, tehát kajagon nem volt erre, azt akartam, és unatkozó gyerek se volt, ez biztos. Igaz, hogy felnőtt se, de unatkozó gyerek se, és mindig jó érezték maga. Igaz, hogy amikor meg már még nagyobbak voltak, akkor meg levették este, mert az öregek összejártak, meg hát a fiatalok is, ahogyan elmondták, hogy a tollfosztástól, a diótöréstől, a disznóvágástól, szarmával pörzsölték a disznó. Akár, igen, meg tulajdonképpen a nyárs dugás, ami tényleg egy érdekes, hát most nem is tudom, most lehet, hogy már szónának is érte, hogy pofátlanság. Akkor úgy működött, hogy bánt ugye rendezték a disznót ma este, sötétedett, és akkor aki úgynevezett nyársot dugott, annak egy ilyen ágas kis botot le kellett szúrni, közel a konyhához, hogy észrevegyék, és ha észrevették, akkor azoknak kellett kötelező volt valami kalbászt rá akasztani. De azt is úgy kellett ellopni, hogy őt ne vegyék észre. Ha lebukott, akkor nem. Akkor is megkínálták persze, de nem volt érvényes akkor. Tehát, és
És tényleg hát a Schwab-faluru, ahogyan mondtam, a Klumpába Pizsalástó, ami létezett a kiskapu átrakásig, akkor ma ugye nagyobbak voltunk. És akkor figyeltük, hogy ki hogyan veszi ezt, meg a, ugye akkor ma a járda volt, a járda mellett fasor, és a kerítés, meg a járda, az olyan 20 centi magasságban egy madzagot, hogy a papa ment ugye papucsba, papucs klumpa, és megbotlott benne, és akkor tudta, hogy kik voltak, hát az természetes. Na szóval ilyen, ez már sötétben, amikor... Ez már csibérség volt. Igen, ez már csibérség volt, meg akkor már nagyobbak voltunk, hát igen, igen. De az biztos, hogy a nagypapa, nagymama rengeteget mesélt, és azok, az is meg tudta fogni, te említetted a, én nekem a kőszébű ember fiai jutottak, az ment apám meg anyám olvastak sorba egyik este, ezért, mert pedig ma amikor tudtuk, igaz, hogy mondjuk én nem szerettem nagyon olvasni, de mert akkor is tartott szája hallgattuk végig ezeket az ilyen. És tényleg ugye sorba ment, hogy ez a könyvet kiolvasták, akkor átadták a komasszonynak, meg tovább, stb. Stb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Hát a kedves kollégák már majdnem mindent elmeséltek, de azért van a tarsolyunkban olyan gyerekkori emlék, amit talán egy életen át hordozunk, nem csak falusi gyerekek, hanem a városiak is, mert abban az időben is nagyon sok faluból elkerültek városba tovább tanulni a nagyszülők, vagy valamilyen kötődés volt. Na most azt tudni kell, hogy a gyerekek tényleg nem unatkoztak, ezt a szülők úgy vették tudomásul, vagy így is szerették, vagy így szokták meg. Nem tudjuk, de nekem is az a véleményem, hogy például nem is tudom most, hogy tudnak a tanárok így tanítani, amikor zajonganak, beleszólnak az órákba a gyerekek, különböző előadás, tanulmány megy. Abban az időben a négy osztály, ha együtt volt, ott nem lehetett zaj. Ott egy osztálynak hangos órája volt, és tényleg csendnek kellett lenni, és mégis, most így ez közbeszorva, 34 éves voltam, amikor a szülőfalumból elkerültem Balatonszárszóra, és abból a csökkis falubú összeszámoltam, ugye, ahogy az ember öregszik, hogy a gyerekkora emlékei jobban előjönnek, 27 diplomás ember került ki. Ebben volt orvos, mérnök, tanár, nem tudom felsorolni, hogy mennyi, és azoknak egy része visszajött a faluba, ahol talált munkát, mert nem mindegyik, azt hozzá kell tenni, azok bizony vitték előre az, akár az iskolát, akár mondhatom a kulturális életet is a faluba, mert ugye az 50-es években akkor épültek a kultúrházak. És nem volt kérdés az, hogy az iskolások színdarabot tanulnak-e vagy nem-e. A tanárnak nem volt gond az, hogy szombaton kell bemenni, ez természetes volt, szombaton is jártunk iskolába. És bizony esténként kitűzött napokon színdarabokat tanultunk be, persze abban az időben is egy olyan faluba, ahol mondjuk az 1-től a 8-ig, nem akarok nagy számot mondani, 200 házas falu volt, de körülbelül, össze tudnám számolni, olyan 170-180 gyerek volt. Ebben voltak nagyon jó hangú emberek, nagyon jó képességű fiúk, lányok, és egy színdarab lejátszása az nagy szó volt abban az időben. Emlékszem rá, hogy a kultúrházunk úgy meg szokott tellenni a falu népivel, mert a nagyszülők is kíváncsiak voltak a gyerekekre, és mindenki eljött, és minden alkalommal, télen volt olyan időszak, hogy 2-3 színdarabot is betanultunk. De ez mellett a tanulás az természetes volt, ahogy a kollégák elmondták már, hazamentünk az iskolába, az, hogy megebédeztünk, az természetes volt, utána
a tanulás. És a szülők már, amikor elmentek reggel, vagy mi mentünk el előbb az iskolába, attól függ, kinek már volt dolga, akkor megmondták, hogy délután az állatoknak mit kell adni, hogy kell adni. Az természetes volt, hogy megcsináltuk, és utána mentünk. Mentünk a futballpályától, olyan erdőrész nem volt, ahol nem lettünk volna, olyan barátok, iskolatársak alakultak ki, hogy hát a mai napig is tartom a kapcsolatot, nagyon jó pár, hogy úgy mondjam, magamkorú fiatal ember, aki akkor volt, de most már ugye ennek az időszaknak vége van. Ami még fontosnak tartom, amikor olyan 5.-6. osztályosok voltak faluba, jó álló abban az időben, ugye úgy hívták a paraszt emberek. Ott lovak, állatok tömkelegve voltak, és volt egy embernek olyan szankója, aminek vas volt a talpa. És a mi falunk az 1,5 kilométer hosszan észak fele lejtett a Kövesút. És ki szoktunk menni, a temető volt a legvégén, a Kövesút temető végén, ki szoktuk vinni oda ezt a lovas szankót, természetesen lovak nélkül. És ebben benn voltak a 20-30 éves nős, gyerekes családok is. Asszonyok, lányok, vagy férfiak. És akkor erre szankóra föl szoktunk ülni. Hát nem tudom pontosan, mert már abban az időben volt, amikor megszámoltuk, de 35-en biztos, 35-40 ember, hát gyerekekkel vegyesen. Na most elő a kormánynál mindig olyan ember ült, két nagy botta, amivel kormányozott, amivel lecsúsztunk, hát nem kell nektek mondani, de 1,5 kilométer hosszan olyan jeges volt az út, hogy a fűszértes kocsi nem tudott fölmenni az úton. Úgy mentünk lefele, hogy a szédületes, ma is emlékszem rá, hogy nem is tudom, hogy az az utca azóta nem is volt olyan jeges, hogy nem tudott volna a kocsi fölmenni, de mi annyira kicsúszkáltuk, hogy az fantasztikus volt. És akkor szórakozásból, ugye mindenkit nekidőtt, visszatoltuk a hegytetőre, újból lefele. És ez így ment, amíg csak hó volt, és amíg lehetett szánkózni örökösen a sítalp is, az is nem kellett elmenni tanulni se sehova, én nem tudom, hogy volt ez, átadtuk. Akiknek fiatal szüleik voltak, azok megtanították a gyerekekkel. Fölmentünk egy dombra, és jöttünk le. Mindig voltak vezéregyéneségek, akik jobban tudtak síelni, és azok csináltak egy nyomot. És akkor mi azon a nyomon, bár voltam olyan, hogy voltak 60-70 centis hó, és ott tartani kellett azért, mert aztán közben jöttek olyan területek, ugye még akkor maszeg világ volt, ahol csutaszár állt, vagyis hát a kukoricaszár állt, és azon is keresztül kellett menni. Jöttek ilyen dobatók, ott is volt, amikor bukfáncesztünk, de érdekes dolog, hogy nem emlékszek, hogy baleset lett volna, sohase. Meddigre este felé, na, haza kell menni, addigra mi úgy néztünk ki, hogy a lábunkon a csizma, az a kis cipőcske, vagy ami volt, hát az tiszta latyak volt. Emlékszem rá, a nagyanyám, gyere, drága fiam, melegítette a cserepet a sütőbe, meg minden, ide tedd a lábadat, meg vagy fagyva. Nem fázok én, Dédi. Hagyjon nyugodtan. Na, lényeg az, hogy ez így ment. És az esték, azok meg érdekes dolog, mert ahogy mondtátok, összejártak a közeli rokonok, a szomszédok, és mi gyerekek? Hát állítom, hogy a történelmi órák az iskolába tanult történelmet úgy kiegészítették az öregek. Én ott legalább annyit tanultam azokon az estéken,
mind az iskolába, mert az első világháborúban a nagyapámnak az unokatestvérei szinte valamennyien ott voltak, meg a szomszédok is, és azok annyit mesélték az első világháborúról, hogy az úgy megmaradt bennem, hogyha ma esetleg olyan kérdés jönne föl, az biztos, hogy jobban emlékeznék arra, mint tegnap történt. És ezek a dolgok szinte úgymond beleívódnak az emberbe. A másik, az iskolára egy kicsit visszakanyarodva, abban az időben úgy hívták nálunk, hogy igazgató kántor tanító. Egy nagyon szigorú ember volt, aki a fiával együtt megjárt a második világháborút. És nagyon sokat tanultunk tőle, olyan értelemben, hogy Péternek hívták a fiát is, meg őt is, mondom, Szerényi Péter. Lehet, hogy valaki hallott róla. Itt Szántódon a Babszem villa az övék volt, és ott szoktak nyaralni. A lényeg az, hogy féltünk tőle, megmondom őszintén, mert szigorú volt, de okkal kaptunk csak úgy egy-egy pálcaverést, hogyha igencsak rászolgáltunk. Na, a lényeg az, hogy ez az igazgató kantortanító nagyon sok népdalt megtanított velünk. Emlékszem rá, hogy már a Koppán völgyben nem volt olyan falu, ahol ne énekeltünk volna valahol, valamelyik községbe. Mert egyik jött, a másik ment, ez így ment. Amikor egy kis idő volt, akkor tanultuk be ezeket a népdalokat, és akkor mentünk előadni. Egyszer, ez saját magammal történt, untam, hogy volt a 3-4 társam, akinek nem kellett énekelni, mert nem volt hangja. Mert kiállított a harmónium mellé bennünket, és játszott valamit, azt fel kellett ismerni, és ha tudtuk, akkor énekelni kellett a harmóniummal együtt. Na most ez a játék, ez úgy történt, hogy hát szerettem volna én is lógni, mint a többi társam, aki nem énekelt. Aztán hagytam, hogy elvigyen ide, oda, amoda. Egyszer megállt a harmónium, és én csúszóra olyan fülest kaptam, hogy most is érzem a helyét. Mondta, hogy neked van hangod, nyisd ki, édes fiam, a szádat. És nekem az elég volt, utána nem mertem soha megtenni ezt, hogy nem énekeltem velük. Na, ezeket a dolgokat az ember úgy van vele, hogy nem tudjuk átadni most. Legalábbis úgy látom, hogy a falvaknak többségében a gyerekeknek hiányoznak ezek a régi történetek, amit ma nem lehet átélni. A helyzet túlnőtte magát, tehát a tévé, a számítógép, az informatika, ez természetes, ugye, ahogy mondták a többiek is, ez természetes, vele járója a fejlődések. De meggyőződésem, hogy a régi öregek meséjéből nagyon sokat tanultunk abban az időben, és ez hiányzik a mai fiatalságnak, én legalábbis úgy ítélem meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Remélem azt, hogy ha majd a mai gyerekek ülnek így a nyugdíjas klubban, ha elérik a nyugdíjas éveket, és velük készül beszélgetés, akkor ugyanolyan érdekes emlékeket mesélnek majd, és ugyanolyan szívesen emlékeznek vissza ezekre az időkre, hogy hogy telt a gyerekkoruk. Balatoni kikötőbe megáll a gőzhajó, közepébe kisantűzve a nemzeti. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalok a gyors vonat hozza. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalok a gyors vonat.
A polgármesteri hivatal évtizedek óta ad otthont különböző kiállításoknak. 2004-ben az akkori nyugdíjas klub vezetőjét és tagjait dicsérte az a kiállítás, amely hosszas és fáradtságos gyűjtőmunka eredménye volt. Arra vállalkoztak ugyanis, hogy összegyűjtik és kiállítják azokat a konyhai berendezéseket és eszközöket, amelyek az 50-es és 60-as években voltak használatosak. Mindezt megtoldották az akkoriban oly népszerű falvédők bemutatásával. Ezek a ruhadarabok szinte egy konyha faláról sem hiányozhattak. Még a papám járt el a kapum előtt, de most nem jár és nem akar szeretni, hogy a holló a két szemét szedjék ki. Mint a felvételeken láthatjuk, egy ének duettál vette kezdetét a Közelmúltunk konyhája című kiállítás megnyitója. Ezután a polgármester úr méltatta a gyűjtőmunkát, elmondta, hogy külön öröm, ha a helyi érdekű a kiállítás, mint amilyen a mostani is. A kiállítás lényegét és hogy mit jelent ez a kiállítás, Dancsics Klára mondta el, aki a kiállítás megnyitására felkért, Csepinszki Mária helyett ugrott be, hisz ő ez időben kórházban volt. Roncsa ki a válogatós nyavaja, mikor este lefekszik az ágyába. Ma, amikor én ide kiálltam és fölkértek arra, hogy köszöntsem önöket, akkor én azt mondtam, ez talán nem is kiállítás itt, ami ma történt, hanem amit itt az elmúlt napokban itt Balatonszárszó lelkes nyugdíjasai berendezték ezt az előteret, hanem ez valahol a régi szép időknek a bemutatása, amihez nagyon sok munkat, a velem hasonlókorú embereket azt hiszem, hogy megragad és visszaidézi azt a fiatalabb korunkat, a gyerekkorunkat, és valami szép, csodálatos. De valamennyünk nevében én hadd köszönjem meg önkormányzat képviselőtestület nevében annak a nagyon sok balatonszárszói lelkes nyugdíjasnak, idősebb korúnak, akik tényleg akkora ügymozgalommal, akkora szeretettel, akkora odaadással rendezték be, és itt két héten keresztül bemutatott a széles közönségnek. Így nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy összegezzem a kiállítás mondandóját. Tudományos, szakszerű értékeléssel nem szolgálhatok, hisz nem vagyok néprajzos szakember, de érzéseimet, gondolataimat meg tudom osztani a jelenlévőkkel, miután én is éltem már az 50-es, 60-as években, az én gyermekkorom mindennapjai is az itt bemutatott konyhai környezetben teltek. Miről is szól ez a kiállítás? Engedjétek meg, hogy kiváló és nagyszerű írónk Tamási Áron sokat idézett, immár szálló igévé vált mondatával válaszoljak a kérdésre. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mi balatonszárszóiak Magyarországon, itt a Balaton mentén, itt Balatonszárszón érezzük magunkat otthon, nekünk fontos ez a település, szeretjük a múltját, a jelenét, lakóival együtt. Fontosnak tartjuk, hogy emlékezzünk, hogy megmutassuk az új generációknak a mára már szinte teljesen letűnt világ egy darabját, hogy felvillantsuk a 40-50 évvel ezelőtti életformát berendezéseivel, tárgyaival együtt. Hiszen az elmúlt 40-50 év alatt szédületre gyorsasággal változott meg minden itt körülöttünk. Míg hajdanán, nagyapáink, nagyanyáink idejében hosszú évtizedek kellettek a legkisebb változáshoz is, addig manapság roham léptekkel hagyja maga mögött a jelen a múltat, hogy helyet szorítson a jövendőnek. Mit láthatunk ezen a kiállításon, ha körülnézünk? A gyűjtemény megtekintésekor idősekben és fiatalokban egyaránt múltba visszanyúló gondolatok,
és nem is oly távoli emlékek idéződnek fel. A vendégkönyvi beírásokból az derül ki, hogy sokan nézték meg a kiállítást, és sokan méltatták elismerő szavakkal, beírásokkal a szervezők munkáját. Köszönet nekik érte. Újévi szárszói disznókodás. 2022. január 29-én, mely egy szombati nap, kerül majd megrendezésre. Színes programok lesznek, 7 órától reggeli áldomás pálinkával. 7 óra 15 perctől bőlélek segítségével a disznó feldolgozásra kerül. 10 órától reggeli kóstoló tálat lehet igénybe venni, ennek díja 800 forint lesz. 11 órától pedig sztárvendég lesz, mégpedig a Kredenc együttes. 19 órától támogatói jegy ellenében a feldolgozott disznóból disznótorost rendezünk bállal összekötve. A támogatói jegyekről is essen pár szó, elővételben is megvásárolhatóak 4500 forintért, illetőleg a helyszínen 5000 forintért. Bájjegy is váltható, mely ára 2000 forint. A jegyvásárlást Németh Klaudiánál lehet megtenni. Kedves nézőink, mai adásunk véget ért. Legközelebb 2022. február 14-én, hétfőn, 19 órakor jelentkezünk. A Szárszó TV egész stábja nevében megköszönöm figyelmüket. Jó éjszakát kívánok!